harmadik rész eszméletlen volt, de annyi kérdésem maradt. Mi volt a ládában, amit Esmeralda ott hagyott a mocsárban? Bridget néni holmia? Jobban lett szebb azután, hogy megitta a mérget, ami az italába került. És végül mi a helyzet azzal a rejtélyes szimbólummal? Evermore rajongók, maradjatok a tévé előtt, mert most megpróbálunk mindenre választ találni. És? Közben még egy szerelmi szál is felbukkan. Tara Crossley, szerelmes vagyok beléd! Megkértünk néhány rajongót, hogy mondják el, mit gondolnak. És találkozunk Sharon Morgannel, azaz Esmeraldával. Kíváncsi vagy, hogy mit tartogat a jövő? Eden vagyok. Én Corinna. Ez pedig Evermore a kulisszák mögött. Lehetséges, hogy végig Bridget néni fonta az aranyfonalat. Ez nagy meglepetés volt, bár nem akkora, mint Cameron viselkedése. Milyen mókás, hogy flörtöl azzal a moppal. Na jó, most már elhiszem, hogy varázsereje van az írógépnek. És mit gondolsz Belláról? Úgy érzem, kizárta. Hogy mondhatsz ilyet? Szinte alig találkozom Cameronnal. Szebről beszélek. Igen, ezúttal tetszett. Megnyílt. Kedvesnek tűnt. De Tarától nem volt fair, hogy így megbolondította Cameront. Miért vesz minden szó szerint ez az írógép? Hé, tudja, hogy nagy bajt csinált. Úgy tűnik Evermore-ban mindenki szerelmes. A szerelem egyértelműen jelen van Evermore-ban. Főleg az én karakterem, valamint Tara és Bella körül. Ez némi rivalizálást okoz a testvérek között, mert a lányok amúgy sem jönnek ki egymással. Ez egy szerelmi háromszög. Tara és Bella történetesen egyszerre vetnek rá szemet. Cameron a háromszög fogja lesz. Így kisebb csatározás alakul ki köztük. Sorsa és Szeb is összejönnek. Amikor Sorsa és Szeb találkoznak, csak úgy szikrázik a levegő. Összeakad a tekintetük. Flörtölésre is sor kerül. Aminek a polgármester nem örül. Nem, szerintem sem örül. Egyértelmű, hogy Evermore-t átitatja a szerelem. Cameron, olyan tökéletes. Egy pillanat, tökéletes. Jó tud verset írni, de láttad a pókot? Ki az, aki pókot tart? Szerintem Ludo. Ludo tényleg jó. Klasszak az álcák, amikben Esmeralda után leselkednek. Egyébként szerintem Cameron szövetkezett vele. Ó, igen. Még szóba se került, hogy miben mesterkedik Esmeralda. Mielőtt beszélünk róla, megkérdeztük a Disney csatorna rajongóit, hogy mit gondolnak ők. A harmadik rész volt a kedvencem, amikor Tara lement a lépcsőn és meglátta a nagynénjét, akit halottnak hitt. Bridget néni? Amikor kiderült, hogy Bridget néni él, nagyon megdöbbentem. Meglepődtem, mert mindenki azt mondta, hogy meghalt. Szeretném tudni, mi történt Szebbel, miután megitta a mérget. Szerintem valaki észre fogja venni, hogy a földön fekszik, de senki nem tud segíteni rajta. A nagy rejtély, amiről mindenki beszél, az Bridget néni visszatérése. Ha csak nem szellem. Nem, életben van. Zombi néni. De mit gondoltak, ki akart végezni vele? Esmeralda itt most temeti el a bizonyítékot a mocsárban. Minden jót. És beismeri, hogy ő gyújtotta a tüzet. Én gondoskodtam a tűzről. Csak gondoskodott róla, nem azt mondta, hogy ő gyújtotta. Tényleg? Az, hogy gondoskodott róla, nem azt jelenti, hogy ő gyújtotta? De mit akarhat Esmeralda? Irányítani az Everin-kört. Ezért akart megszabadulni Bridgettől. Vagy mert ő akart lenni a legfőbb Everin. Említette, hogy eljön a legfőbb Everin. De vajon ki lehet az? Biztosan nem Esmeralda. Hát, lehet, hogy a tévében ijesztő. De ismerjük meg a való életben is. A nevem Sharon Morgan. Én játszom Esmeraldát. A karakterem rendkívül érdekes. Everin. Ami lehetővé teszi, hogy több különböző szinten játszam. És hogy eljátszam az erőset és gonoszt. Vedd le a fájtlad. Ami nagyon jó. De mi történik a jövő héten? A nagy végjáték. Ezt láthatjuk az utolsó epizódban. Mondd el, mi folyik itt. Vagy az egész falu megtudja, hogy itt vagy. Vedd le a bűbáj, te fiúról! Emlékszem rád, Tori, igaz? Tara. Ki az a Tara? Ne fintorogj! Ez nem személyes ügy. Most már az. A negyedik epizód óriási lesz. Felébredsz a tetsz halálból? Ki a legfőbb Everin? Mit jelent a szimbólum? Szóba áll még valaha Sorsa Szebbel. És vajon hova tűnt el az írógép? Végül, mire készülhet Esmeralda? Nehogy kihagyjátok az utolsó részt, itt a Disney csatornán!